Augusztus 25. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Péter első levele, 4. fejezet, 14. vers. Kísérte, hogy a körülményekkel mentegesd magad, amiért nem teszel bizonyságot Krisztusról? Gondolj a tanítványok helyzetére a császár udvarában, a császár romlottságára, az udvar elvetemültségére. El sem képzelhetünk körülményeket, amelyek kedvezőtlenebbek volnának, avagy nagyobb áldozatot követelnének, mint amelyek közepette ezek a hívők éltek. És mégis, nehézségei közepette is hűségesek maradtak. Megkísérelhetjük ugyan, hogy látszólag legyőzhetetlen akadályokra hivatkozva mentegetőzzünk, amiért nem követjük Jézust és igazságát. Elfogadható mentséget azonban nem tudunk felhozni. Aki szívből igyekszik szolgálni Istennek, alkalmat talál bizonyságot tenni róla. Nehézségek nem képeznek akadályt olyan ember előtt, aki elhatározta, hogy mindenek előtt Isten országát és annak igazságát keresi. Azzal az erővel, amelyet a hívő imája és az írás kutatása által nyer, törekedni fog erkölcsös életre és a bűntől való szabadulásra. Miközben feltekint Jézusra, hitének megkezdőjére és bevégzőjére, aki elviselte a bűnösök ellenállását, maga is készségesen viseli el a megvetést és a gúnyt. Ő pedig, akinek igéje igazság, megígérte segítségét és kegyelmét minden körülmények között. Örökkévaló karja öleli át mindazokat, akik őhozzá fordulnak segítségért. Bizton nyugodhatunk oltalmában, és elmondhatjuk. Mikor félnem kellene is, én bízom te benned. 56. Zsoltár 4. vers. Isten beteljesíti ígéreteit mindazokon, akik ő benne reménykednek. Ellen G. White, az apostolok története, a császárházából című fejezetből.